megkínálhatlak egy kis hányással. Sziasztok! Ma a Jelly Belly Bean Buzzard kihívást fogjuk megcsinálni Mikivel és Balázsral. És nem tudjuk, mire számítsunk, úgyhogy szerintem kezdjük is el! Nem is érződik rá te semmi szagra. Nem véletlenül. Mi, Maki, veszed? Háromra? Aha. Egy, Rom. Kettő, három. Romasink. Ez túl finom ahhoz. Mert nem ízik. Bármi is ez. El is kell rágni? Ennek olyan káposztás szét, hogy itt van. Én nem tudom lehatárolni. Tényleg káposztás szét. Még olyan szeretjük a káposztás szét. Rágni, de. Ez káposztás tészta, belehalok! Várj csak egy picit! Elfelejtettem, hogy itt a pont. De szerintem akkor vegyünk belőle még egyet. Káposztás tésztát? Aha. Lehet, hogy egyébként ez akar lenni a rohadt tojás, vagy nem tudom. Mind hármunknak? Az a beletetés. Benne vagy az aurámba. Az is káposztás tészta, hogy iszű. Minek kéne lenni a másiknak? Valas popcorn. Végül is lehet vajas popcorn, mert eléggé vajas. Nem tudom, de nagyon fura. Uh-huh. Mondjuk ez kicsit másabbnak érződik, mint az előző. Uh-huh. Beleragadt a fogamba. Oké, Kövi, de én a zöld. Belül is csak három. Én is a zöldet választottam volna amúgy. Én a kéket. Oh. Ez szerint fika. Fű vagy lány. Lány. Hát olyan. Ez fű. Ez biztos, hogy fű. És milyen a fű? Nem is jó. De ez fű. Ez én nem tudom eldönteni, hogy melyik. Én fő is van, ez fű. Mennyi fűt tettél gyerekkorodban? Egyszerűen a kosoltam. Vajon hozzuk be egy pogácsát, hogy tudjak két íz között különbséget tenni. Ha minden ilyenek kirolgálsz, én frász fogok kapni. Ez sem különösen a barnám. Az a... Kutyakaja. Kutyakaja? Kutyakaja vagy... Csokis puring. Biztos, hogy kutyakaja. Ismerem a szerencsémet. Itt a kutyakaja. Az. Fúj! Az. Bár van ennek csokis puring íze is. Sem tudom eldönteni. Hát igen, első harapás, nekem is inkább kutyakaja volt, most meg... Ja. Együnk még. Hát a bevonzod? Most már elmegyünk, hogy kutyakaját tegyünk. Na akkor menjék ki és látjád azt. Én nem tudom, milyen íze van a kutyakajának. Ez a gondolat, ti mit megkérdezik? De azt tudod, hogy milyen a csoki puring. Az melyik? Kika. És mi ebből a jó íz? Nem tudom, juicy pear. Az... Költe. 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 Körte. Nem tudom. Valóban nem szeretem a körtét, ez szerintem nem körte. Valami fura. Az körte. Csak olyan nagyon fura körte. Ez nem a körte. Kell még egy ilyen körte. De hogy tudnak egy ilyen ízt? Na, meg behúzottam. Mi? Ez a fika. És milyen? Ehető. Ehető. Ez olyan, mintha ráhaladnék egy poloskára. Ettél a poloskát? Nem, de poloska ízű gyümölcsöt igen. Olyan... poros, vagy... Akkor te is megtaláltad azt. Akkor... És sós! Fúj! Akkor nézzük ezt. Vagy fokrém, vagy berilló. És a hányást hagyjuk a végére, vagy mi? Nyilván. Áfonya. Az áfonya. És háfonyás fokrém? Együnk még. Fokrém! Megvan! Ez is fokrém. Igen. Ez is. De ez olyan ez mentos. Rágógumi ízű. Mentos, ez jó. Meg is orvosni. De ez nem tudom, miért számít rossz íznek. Szerintem a fogkrémnek nincs rossz íze alapból. De inkább ilyen gyerek fogkréme hasonlít. Vagy tudjátok, melyik az a... Az a lapka Orbit rágó. Jaj. Na, kiválaszt. Te jössz. Egy pogácsa válaszol. Én ez. Tutti frutti vagy... Zokni. Büdös zokni. De egy ilyen ízre nem tudom, hol tudtak reprodukálni, igen. Nem értem. Elég mondom, hogy ez tuki-fuki. Szerintem zokni. Tuki-fuki. Nem is. Ez ugyanolyan fura. Nem tudja, ez zokni. Hogyha tuki-fuki zokni lenne. Essünk túl a hányáson. Csak utána. De van a legtöbb. Szerintem nem véletlenül. Várjál, van benne répa? A piros, igen. De eddig egyik sem volt igazán rossz, amire azt mondanám, hogy fúj. Múlja.
Mi a másik? Barack. Ez Barack. Ez Barack. Viszont most jön rágom, ugye most már olyan másra bizony van, nem tudom. Igen, két halapás után más üze van. Mm-hmm. De szerintem ez nem a hányás, ez csak rájönnék a hányás. Nem tudom, ez már totál más, hogy lehet ez a hányás volt. Nem tudom, első harapásra egyértelműen barát. Viszont mi úgy, hogy ha egy tovább eszem, akkor meg úgy megváltozik az íze, vagy nem tudom. Ilyen szomorú. Bingo. Ünnyed. Ezt bár ne láttam volna. Fú, de szagas a jó. Hát kicsit olyan macska hányás, hogy fú, de rossz volt. Fú, ez tényleg szar. Nem, itt nem szar, de... Hányás. Kókusz. Vagy... Baba popsi törlőkendő. Már lassan nem érzek titeket. Baba popsi törlőkendő. Ez is olyan... Kisre bontott. Ja, az. Valamelyik ilyen baba krémnek, vagy ilyesminek van ilyen illata. Ja, én is azt érzem. De sem mondanám egyértelműen rossz íznek, csak kb. Mint hogyha bekrémeztem volna az arcomat, és például lenyaltam. De a hallásosból senki nem vett még egyszer. Milyen vagy te? Vajon miért? Hát de... Hajrá! Ne csak én szívjam már meg vele! Javám a reakcióját. Barack. Szivat! Barack. Még egyet. Barack. Nem már! Még van egy. Kettő. Nem. Arról. Nem mondom, hogy rossz. De szar. Annyira, de szar. Ja. Én ezt megeszem. De nem barack. Ja. Bejött a fogkrémes. Jaj, neki ilyen kesernyés idő van. Hát elég rossz. Áfanya. Igazából nem olyan finom. Na, már érkezem. Most így szétterjed. Oh. Na. Ennyi. Köszönöm szépen. Na most még kínozom magam most, hát tiket te vesztettetek. Miért vesztettünk volna? Ez nem verseny. Menjátélek a hányásra. Ez nem verseny. Ja. Megkínálhatlak egy kis hányással. Na. Maraszok. Szerintem már csak azért is azt mondja, akkor is, ha nem az. Jaj, basszott barack. Ez barackó tényleg. Készíts jöttem jó. Barack? De nem ilyen hányat íze számítottam egyébként, mikor így... Hanem valóira? Nem, hanem ilyen... Nagyon rosszra. Ez inkább csak kicsit volt baromira rossz. Akkor csak kicsit reagáltad túl. Nem, tényleg nem íznek. Na hát ezen is túlestünk. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok!